Június 27-én kezdte el felkészülését Balatonbogláron a NEKA férfi csapata, amely idén feljutott az NB1-be, és magyar fiatalokkal igyekszik helytállni. Abszolút érződik mindenkin, egyrészt a fiúkon, másrészt magamon is érzem, hogy nagyon vártuk a kezdést, és várjuk azt, hogy elkezdődjenek a mérkőzések is. Mindenkiben óriási motiváltság dolgozik. Egyébként a mai közös edzés előtt már elkezdtek az egyéni munkát otthon, tehát azért nem a nulla állapotból jövünk, hanem otthon már mindenki egyénileg dolgozott 5 hete. A vezetőedző szerint nem feltartott kézzel lépnek majd pályára, és harcolni fognak minden egyes pontért. Szeretnénk bennmaradni, de nyilván ezt egyszer elmondjuk, meg maximum fél évkor, egyébként pedig hétről hétre készülünk, tehát próbáljuk minden edzésen a 100%-ot nyújtani, minden mérkőzésen a 100%-ot nyújtani, mindenkinek neki menni, úgymond nyílt sisakkal, minél több pontot begyűjteni. Igenis, nekünk küzdenünk, hajtanunk kell, mert ez a lényeg az itt létünknek. Az akadémia történetében először fordul elő, hogy a NEKA a férfi NB1-ben szerepel. Ez is egy mérföldkő. A férfi szakág sikerült feljutnia, és tényleg NEKA néve szerepelhetünk. Ugye mindig arról beszélünk, hogy ez a 18-21-22 éves, ez egy ilyen olyan időszak, amikor még nehéz előre látni, hogy NBA-ben a fiatalok tényleg meg tudják állni a helyüket, és ezért hiánypótló, hiszen nálunk ez a fiatal csapat nagyon szakmai stábbal, majdhogy nem nyomás nélkül zárójelben szerepelhet az NBA-ben, és ezt is megvalósítjuk, és hát nagyon várjuk, meg kíváncsiak, hogyha megkapják a lehetőséget, az esélyt, ők ténylegesen hogy tudnak helytállni. A NEKA nevelésű tehetségek mellett új játékosok is érkeztek, akik erősítést jelenthetnek az élvonalban. Próbáltunk olyan magyar fiatal találni, aki ebbe a filozófiába, ebbe a játékrendszerbe beilleszthető, amit itt képviselünk és amiben dolgozunk. Mindenki azért jött ide még, aki nem annyira fiatal is, mert a szakmai munka, az egész közeg, az egész környezet olyan, ami arra úgymond predesztinálja, hogy fejlődjön, dolgozzon, és ezt próbáljuk, ebbe próbálunk segíteni mindenkinek. Unikális dolog, úgy gondolom. Tehát egyrészt, hogy a NEKA-ról a legtehetségesebbek, de Telekom Veszprém Pixeketről és másnál is érkeznek olyan fiatalok ebben a korosztályban, és így azt mondhatjuk, hogy tényleg az akadémia rendszeren keresztül, tehát a klubokban együtt működünk, és egymást segítjük. Ezért én nagyon várom ezt a szezont, hálás vagyok egyébként az együttműködő kluboknak, hogy ezt támogatják, és odaadják azokat a játékosokat nekünk, akik ott nem kapnának és nem jutnának játék lehetőséghez. A korábbi NEKA játékos Mikita Bence az NB1-ben a Fradi, a Mezőkövesd és a Dabas után Spanyolországban is kipróbálta magát, most pedig visszatért az akadémiára. Ez a nevelő egyesületem volt, és igazából nagy részt ezért is választottam azt, hogy ide visszatérjek, mert tényleg nagyon nagy álmom volt az, hogy egyszer itt NB1-ben játszhassak. Nem ezekkel a srácokkal kezdtem el, de szeretnék minél hamarabb beilleszkedni, és szeretném a csapatot szolgálni a legjobb tudásommal. Csikó csapat vagyunk lényegében, nálunk nincsenek olyan emberek, mint ahol én játszottam, hogy akik már 10-12 évet játszottak NB1-be, akik el tudnak dönteni mérkőzéseket. Nekünk egy csapatként kell előre menni, és azt tudnám még tanácsolni, hogy soha ne adjuk fel, mert nincsen elveszített mérkőzés. Az ifjúsági válogatottal EB-re készülő Palasics Kristóf örömmel érkezett az együtteshez. Szerintem minden fiatalnak egy nagyon nagy lehetőség, hogy már ilyen korban a élvonalba tudjunk játszani, főleg egy ilyen stáb mellett, ilyen edzők mellett, úgyhogy ez mindenféleképpen ez volt a döntő szempontom, és hát a játékosokat is ismerem, sokokkal játszottam együtt is, egymással is, NBA-ben is, úgyhogy nagyon jó csapatnak találom, és mindig jó meccseket játszottunk. Olyan szezonnal lennék elégedett, ahol minden meccsen kihasználtuk minden lehetőségünket a fejlődésre, a tanulásra, hiszen tényleg minden meccs, minden edzés egy olyan lehetőséget fog adni, amit még eddig sose kaptunk, és ennek minden percét és pillanatát meg kell ragadnunk, hogy évvégén sokkal jobbak legyünk, mint most évelején. A NEKA csapata szeptember 12-én mutatkozik be az NB1-ben, az első fordulóban a bajnok Pik Szeged otthonában kezdenek a fiúk.